Szembenézés önmagunkkal. Lehet, hogy hibát követtünk el, de lényegét tekintve, énünk mindig is jó, mindig is szeretetre törekvő. Az önmagunknak való megbocsátáshoz óhatatlanul szükséges az, hogy mélyen, őszintén magunkba nézzünk. De nem vagyunk mindannyian feltétlenül alkalmasak, készek még ennek elvégzésére. Az önmagunknak való megbocsátáshoz először egy lépéssel hátra kell lépnünk, hogy onnan, messzebbről, kicsit kívülről, objektívebben, tisztábban láthassuk az embereket, a körülményeket, amelyek befolyásolták gondolkodásunkat, önmagunkkal kapcsolatos érzéseinket. Ahhoz, hogy élesen szétválasszuk azt, hogy hibát követtem el, vagy hogy hibás vagyok, illetve rosszat cselekedtem, vagy rossz ember vagyok, ahhoz először önbecsülésünket kell szilárd alapra helyezni. Ehhez feltétlenül és folyton szem előtt kell tartsuk azt, hogy szeretetre méltóak vagyunk, s bármi is történjék, azok is maradunk. Lehet, hogy egyes tetteink nem voltak épp szeretetre méltóak, de mi magunk mindig méltóak vagyunk a szeretetre. Az igazság rólad magadról is, mint mindenkiről így hangzik. Igen, vétkes lehetsz emiatt, vagy amiatt a tetted miatt, de lényegedben, szíved legmélyén, alapvetően ártatlan és jó ember vagy. Lehet, hogy például gyerekként fizikailag bántalmaztak, vagy szexuálisan zaklattak. Alkoholista szülők mellett nőttél föl. Vagy akármi más olyan helyzetben, amelyről gyerekként éreztet, hogy rossz, de persze változtatni nem tudtál rajta. Minden gyerek, aki ilyesmin megy keresztül, aki e -féle helyzetben nő föl, olyasmikért érezheti magát felelősnek, melyekért valójában nem lehet felelős. Ugyanakkor mégis átéli a tehetetlenség, a szégyen és a bűntudat összes következményét. Szívünk mélyén valójában mindannyian tiszta gyermekek vagyunk. És akárcsak minden gyerek, te is mindig szeretetre, tiszteletre és elfogadásra méltó ember vagy. Vajon olyan környezetben nőttél-e föl, amelyben a többiek tiszteltek, szerettek, elfogadtak? Még akkor is, ha semmi különöset sem tettél ennek érdekében. Vagy épp ellenkezőleg? Azt tanultad meg már pici gyerekkorban, hogy a szeretet, a tisztelet, és az elfogadás attól függ, hogy hogyan viselkedsz, vagy hogy hogyan játszod meg magad. Ezért ismeri többségünk olyan jól a bűntudatot, a levertséget és a lelkiismeret fordalást. Azt a vágyat, amit úgy szoktunk szavakkal kifejezni, hogy bár csak másként cselekedtem volna ugyanis más cselekedettel nem szúrtuk volna el a lehetőséget, a szeretet, az elfogadás megvásárlására tulajdonképpen. De sokszor gondoljuk, bár csak lehetne mindent újra kezdeni, újra Ugye ismerősek ezek a gondolatok neked is. Soha sem fogom megbocsátani magamnak azt, hogy. Vagy inkább azt kellett volna tennem. Vagy sose kellett volna ilyet csinálnom. Vagy ó, bár csak minden másként lett volna. Ugye ismerősek ezek? Ahelyett, hogy hibáztatnánk magunkat a múltban elkövetett tetteink miatt, nézhetjük úgy is döntéseinket és választásainkat, hogy az adott pillanatban azok tűntek a legjobb és legbiztonságosabb megoldásnak, még ha céltalannak is bizonyultak végül, illetve még akkor is, ha esetleg tévedésen alapultak már a kezdet kezdetén. Lehet, hogy egyszerűen kontrollálatlan indulataink hozatták meg velünk az adott döntést, még ha az ilyen eluralkodó indulatosság történetesen nem is jellemző személyiségvonásunk. A bűntudat fenntartásának az a legjobb módja, ha állandóan a tökére törekszünk épp a tökéletességre való törekvés az, ami a legszörnyűbb ellenségünk válhat. Ugyanis eleve kudarcra ítélt küszködés ez. Ha valaki örökkön csak a tökéletességre tör, akkor előbb-utóbb garantáltan beleütközik az emberi természet tökéletlenségébe. Illetve ha tervei emiatt a hozzáállás miatt nem hozzák a várt eredményt, magát fogja szükségszerűen értéktelennek tartani az, akit a tökéletességre törekvéseit rabul. Ha valami nem tökéletesen sikerül, rögtön úgy érezzük, szerencsétlen béna alakok vagyunk. Ám az életben semmi sem hibátlan, maga az élet sem tökéletes. Amire mindannyiunknak óriási nagy szüksége van, az az, hogy képesek legyünk tovább lépni az életben, és a múltat valóban múltként tudjuk már kezelni.